Sziasztok! A mai egy rendhagyó téma lesz ismét, nem is annyira szakmai, de ezen pörgök néhány napja, és szerintem azért kell erről beszélni. Sziasztok! Én Csermák Szabolcs, etikus hacker, ez pedig a csütörtöki hack. A mai adásban egy kicsit azt hiszem beszélnünk kell a bosszú pornóról. Tudjátok, ez az, amikor ex-barátnőknek a képei, intim képei fölkerülnek bizonyos szájtokra, és onnan szinte lehetetlen leszedni őket. Erről volt egy cikk most az Indexen is a héten, ahol hát így kb. Vázolták, hogy milyen lehetőségeid vannak. Semmi. Nagyjából semmi. És ez azért bosszant engem baromira, mert minden évben, mióta etikus hackerkedéssel foglalkozok, minden évben van 2-3-4 ilyen megkeresésem, amikor megkeresnek engem kétségbe esett nők, lányok, hogy ez történt, és tegyek valamit, hogy onnan lekerüljenek ezek a képek. És persze a rendőrségre elmennek, feljelentést tesznek, nem történik semmi, mert a szerver külföldön van, mire a bürokrácia eljutna odáig, a rendőrség inkább lezárja a nyomozást, és az egész csak egy ilyen tök felesleges tortúra. És nem tudom, hogy a rendőrség egyáltalán meddig jut el az ügyben. Én mindig szeretnék segíteni ezeknek a lányoknak, hölgyeknek, asszonyoknak, komolyan ingyen bérmentve, ez olyan hülye kiszolgáltatott helyzet lehet, amit senkinek nem kívánok. És persze hozzátartozik az is, hogy amikor én középiskolás voltam, vagy egyetemista, és megjelentek az első ilyen szájtok, akkor persze én is még teli szájjal röhögtem rajta. Csak azért azóta eltelt már egy pár év, és én is felnőttem, és nekem is vannak gyerekeim, van egy lányom, és meg tudnám folytani egy kanál vízbe azt, aki ilyet csinál. És szóval nem tudom, hogy a rendőrség egyáltalán meddig jutott el, de én szeretnék segíteni, és körülbelül egy nap alatt ki tudtam nyomozni azt, hogy hol van az a szerver, amin van ez a tartalom. Tudtam beszélni olyan szolgáltatóval, aki azért van, hogy elrejtse azt, hogy igazából hol van a tartalom mögötte, de sikerült kinyomozni a hosting szolgáltatót. Nekik írtam egy e-mailt, azóta nem jött válasz, és így tépem az arcomat. És nagyon nehéz az egész. Azért is nehéz, mert azt gondolom, hogy ezeket a szájtokat, látva abból, amit láttam, mondjuk technikai megoldásokat ezen a szájton is, ezeket simán meg lehetne borítani. Ezeket simán el lehetne lehetetleníteni. De onnantól kezdve, hogy én bármi ilyet teszek, én már büntethetővé válok, én már számítógépes bűnöző leszek. Tehát én etikus hackerként, vagy akár csak sima jogkövető állampolgárként, vagy uniós polgárként nem tehetek ilyet. Hiába tudod valakiről, hogy gyilkos, ha a gyilkost megölöd, a gyilkos gyilkosa, az is gyilkos, azt is elítélik. Nem kockáztathatom meg azt, amit felépítettem eddig, nem kockáztathatom azt, hogy én bajba kerüljek ilyen dolog miatt, pedig esküszöm, hogy nagyon-nagyon szeretnék segíteni. És ilyenkor verem a fejem a falba, hogy miért nincs egy olyan csoport mondjuk a rendőrségen belül, aki erre van specializálva, és megvan hozzá a jogköre, hogy igen, lehetetlenítsen el ilyen szájtokat. Mert nem kéne hozzá hűde nagy tehetség, hogy ezeket a szájtokat le lehessen lőni a francba. És a rendőrség, meg a bürokráció, meg a többi egyszerűen nem lehet erről a kettőre jutni. Eszembe jutott, hogy ott van az Anonymous. Ugye az a hacker társaság, akiről nagyjából senki nem tud semmit, de ők tipikusan csináltak ilyen akciókat, akár gyerekpornos szájtok ellen, akár olyan szájtok ellen, ahol valami olyan tartalom volt, aminek nem kellett volna ott lennie. Persze ott voltak a kormányzatok elleni támadások is, de valahogy ők mégis ilyen, az én szememben kicsit ilyen internetes Robin Hoodok. Nyilvánvalóan hiába tesznek olyan dolgot, ami mondjuk erkölcsileg elfogadható, lásd, egy gyerekpornó szájt ellehetetlenítése, ez mégiscsak büntetendő.
és itt valami baromi nagy gáz van. Egyszerűen ezeket a dolgokat máshogy kéne kezelni. De a társadalom, a rendőrség, a kormányzatok, az unió, a világ valahogy nem tudta ezt még megugrani. Biztos vagyok benne, hogy lehetne ezt jogilag jól szabályozni. Lehetne azt csinálni, hogy ha van egy ilyen szájt, ami köztudottan olyan tartalmat tesz közzé, ami jogba ütköző, és bár ezeken a szájtokon mindig kiírják, hogy jó, mi semmiféle törvényt nem sértettünk, nem hiszem, hogy a képeken szereplő ember hozzájárulása nélkül csak egy országvilág elé lehetne tárni ezeket a képeket. Az, hogy másik országban van, attól még a törvény ugyanúgy vonatkozik rá is. Szóval nem tudom elképzelni azt, hogy ne lehetne azt valahogy jól szabályozottan véghez vinni, hogy legyen a rendőrségen belül egy olyan csoport, aki azt mondja, hogy oké, azonosítottuk, itt van az XY.Z oldal, ami ilyen képeket hoztol, hackerkéim, hajrá, itt a jogosultság, tüntessétek le ezt a szájtot, tegyétek lehetetlenné a működését, valamit csináljatok vele. Nincs. És lenne egy felhatalmazásod rá, hogy oké, tisztában van vele a jogalkotó, hogy az ott nem jó, tisztában van a rendőrség, hogy az ott nem jó, ők nem tudnak mit csinálni, akkor bízzák rá olyanra, aki meg tud vele mit csinálni. De ilyen valahogy nincsen. És persze, biztos lehet azt mondani, hogy jaj, csajok, ne hagyjátok, hogy ilyen fotókat csináljanak rólatok, meg videókat, meg nem tudom, de hát ez nem ilyen egyszerű. Az ember, főleg mikor fiatal, csinál hülyeségeket. Van úgy, hogy meg van szorulva, és csinál hülyeségeket. Nem élheted le úgy az életedet, hogy soha semmi hülyeséget nem csinálsz, mert az valahogy nem lenne reális. És mi marad? A kétségbeesés. Gondold el, van egy 18 éves fiatal csaj mondjuk, aki kikerül egy ilyen szájtra. Ott a szégyen érzet, hogy fog ezen tud bárkivel megbízni, milyen lesz az ő élete? Vagy megyünk egy 40 éves házas asszony gyerekekkel mondjuk. És majd a gyereknek az osztálytársa fölmegy a netre, és meglátja Józsika anyukáját, akkor mi lesz? Szóval baromi dühös vagyok, és ez a düh, ez legfőképpen a tehetetlenségemből fakad, hogy nagyon szeretnék segíteni. És ami tőlem telik, és ami a jogi keretekbe befér, azt meg is teszem, és megpróbálom megtenni, és megpróbálok segíteni ezeknek az embereknek. De ez kevés. Úgyhogy, ha valami kompetens ember hallja ezt most, vagy látja, esetleg célszerűen elgondolkozni egy ilyen akciócsoport létrehozásán, nem? De addig is, amíg ez nem jön létre, addig nem nagyon van más választás, csajok. Csak az, hogy figyeljetek erre oda. És persze, lehet olyan szituáció, amikor készülnek az emberről olyan képek, amik nem valóak arra, hogy kikerüljenek az internetre. De ilyenkor valahogy mindig győződjetek meg róla, hogy azok a képek törővel lesznek. Véglegesen, végérvényesen. Mert ami egyszer a netre kikerül, hát szóval tudjátok. Vigyázzatok magatokra. És ha valakinek van valami jó ötlete, hogy hogy lehetne legalizálni az ilyen szájtoknak az ellehetetlenítését, nyugodtan várom kommentbe, vagy e-mailbe, vagy akárhogy. No, ez volt a mai csütörtöki hack, azt hiszem erről beszélnünk kellett. Jövő héten talán egy kicsit vidámabb témával fogok készülni. Addig is legyetek jók, és vigyázzatok magatokra, meg a kamerákra. Sziasztok!